Sziasztok! Üdvözöllek titeket a harmadik napi blogomban, még mindig Horvátországból, Turányból. A reggeli után elindultunk a strandra, de ezúttal egy másik strandra mentünk Turányba, ahol eddig még nem voltunk. Miután odaértünk, rögtön bementem a tengerbe úszni, és megpróbáltam szörfözni is. Csak sajnos nem igazán ment ezzel a gagyiszerű deszkával, de attól még jót szórakoztunk a szüleimmel. Elég gyakran jött el arra egy fő kukoricás áros, ahol finom kukoricát tettem. Mindig azt kiabálta, hogy kukorusz kukorica majd. Thank you.
természetesen a búvárkodásra maradtatott ki. Egyébként nagyon szuper élmény ezzel a búvármaszkkal, mert mindent látsz a víz alatt. És tényleg sehol nem folyik be a víz, és nem párásodik be. Amikor elmentünk sétálni és körülnézni a környéken, akkor rábukkantunk egy rákra. Az tök jó volt, mert még sosem láttam élőben rákot. A korábbi videókban láthattátok, hogy eddig csak a ráklábait láttam, mert nem merészkedett ki a kagylóból. Mindenképp meg akartam fogni, de őszintén szólva kicsit paráztam is tőle. Később találtam egy döglött rákot, aminek hiányzott az egyik ollója és két lába is, de azt már bátran megmertem fogni. Délután folyamán pedig iszonyúan feltámadt a szél, és a tengerben elég nagy hullámok voltak. Akkor is nagyon élveztem a fürdést, főleg a karikával bent lenni volt a legjobb.
A vacsi után megint lementünk a partra sétálni, fagyizni, és megnéztük az esti misét, amit a templom előtti téren tartottak meg a szabadban. Ahogy láthatjátok, eléggé viharos volt az idő, de ez a vihar minket szerencsére elkerült. Anya! Ott egy már ide a fagylatod! Kezdődik a mihe! Ne karad! Hol van? Na, itt megy, megy a lichtba. Csamási! Fogd már le! Én is megfogom. Nem, hát nem is. Azt mondja, fogd meg! Akkora! Nem baj! De ha, azt hittem, hogy összeért. Még nagyobb volt, amit én láttam. Azután pedig elmentünk ráklesre. Hatalmas rákokat láttunk, de se apa, se én nem mertük megfogni őket. Hát ez az. Hol van? Ez nem is az, se az fók. Itt is van egy. Ez csinálta a csápjaival így. Ez csinálta a két csápjával. Komolyan! Apa, hogy egy a Thank you.
Remélem, hogy nagyjából át tudtam adni nektek a harmadik napi élményeket. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem vagytok feliratkozva. Sziasztok!